Ígérte nektek, hogy jövök még videóval, hogy mit tegyél itt a nagy félelemkeltés közepette a járvány miatt. És most arról hoztam ezt a kis anyagot, hogy mi mindent kell tanulni ebből a helyzetből. Hát ez azért használjuk föl a kártyát, hiszen tudjátok, a kártyában minden élethelyzet benne van. Ez, ami most van a világban, ez pont a toronylapja. Ez arról szól, hogy egy váratlan esemény feldúlja mindazt, amit eddig biztonságos keretnek hittél, és hogy erre hogy reagálsz, ez nagyon egyéni módon történik, de mindenképpen arról szól, hogy vannak olyan keretek, amik már nem működnek, amelyek túlhaladottak. Ilyen elég sok van a világban, a gazdaságban, én most erre nem térnek ki, nyilván ezt mindenki látja saját maga körül, de itt ugye az alap probléma az, hogy hogyan kezeld ezt a témát. És ha már a torony és a váratlan helyzetek, akkor rögtön ugye az első program, amivel szembe kell néznünk, az a félelem. Ez a taró kártyában a kard 9-es. Láttad, itt a hölgy menekül, és teljesen befordul önmagában. Igazából nem ez a legjobb megoldás, hiszen a félelem, azt tudnod kell, nem múlik el magától, ezt mindenképpen valahogy kezelni kell. Erről majd fogok még készíteni több videót, ez fönt lesz a YouTube csatornámon is, a héten megpróbálom megvágni, illetve rakok ide is föl félelemoldó gyakorlatokat. A lényeg, hogy ezt mindenképpen kezeld, mert a szorongás nagyon nagy problémát okozhat, erre nagyon fontos odafigyelni. De nézzük, hogy mi mindent tanít még ez a helyzet. Az első, amit rögtön megtanulunk, ez a tarókártyában az akasztott lapja, hogy hogyan fogadod el, hogy bizonyos szempontból kiszolgáltatott vagy, mit kezdesz azzal, hogy nem tudsz irányítani. Ha belegondolsz, azért igaz, ez egy világméretű probléma, de mindenképpen egyéni szinten nagyon fontos, hogy megnézd, hogy neked a személyiségfejlődésben mi az, amit változtatnod kell, hiszen összességében azért tapasztalunk valamit, hogy a saját életünkben valamit megtanuljunk. Itt ez a fajta önfeladás, az akaratod elengedése nagyon-nagyon fontos, és hát ha megnézed, itt mondjuk egy elég pozitív kép van, ez a virtaróból van, ami arra mutat rá, hogy itt bizony azt is meg kell tanulnod, hogy nem sürgetheted az időt, ahogy ugye a férfi is a képen, hogyha fölolvad, akkor szépen le fog esni. Tehát vannak helyzetek, amik magától megoldódnak, ez az egyik. Most persze nem arra utalok, hogy majd várni kell a csodát, hanem hogy legyél türelmes, hiszen mindennek megvan a maga folyása, és ne akard erővel ezt a problémát megoldani, mert ha most erőlködsz, a szorongáshoz vezethet, és akkor megint kiukadunk a félelemhez. Tehát egy picit, hogyha ellazulsz, akkor az intuíciód jobban fog működni, és most pont ezt kell tanulni, hogy az intuíció mindig megadja a helyes megoldást, ami természetesen nem azt jelenti, hogy ne legyél megfontolt, hiszen ez is nagyon-nagyon fontos. Például ezt tükrözi itt a kard apródunk, ami ezen alapon a kard hercegnő, hogy keresd objektíven is a jó megoldásokat, és legyél megfontolt. Jó, de hogy azért nagyon fontos, hogy egyénileg az intuíciódat is megtanult használni. És hát a másik nagy tanulnivaló ebből a helyzetből a főpap lapját szimbolizálja. Főpap ugye arról szól, hogy hit, bizalom, hogy bízom abban, hogy egy magasabb rend vigyáz rám, hogy az az erő, ami létrehozta a testemet, az meg is tudja gyógyítani, illetve, hogy van egy sors feladatom, amiben nem biztos, hogy az van benne, hogy én most elmúlok ebből a világból, vagy betegeskedem és szenvedek. Jó, tehát egy picit rá kell magunkat bízni a saját sorsunkra. Itt nagyon sokat segíthet, amit a képen is látsz, hogy egy mester felé fordul, tehát nagyon jót tesz, és én szívből ajánlom, hogy ha nem is előadásokra elmenni, mert most ugye az nem is javasol, de online formában a YouTube-on elérsz nagyon sok olyan előadást, ahol szellemi tanítókat hallgathatsz, mindenképpen olyat választ, ami tölt, ami jó érzés neked. Bevallom, az én kedvencem Pál Feri, de hát természetesen mindenkinek megvan a saját
irányvonala, de ez most nagyon sokat segíthet, hogy szellemileg töltődj, hogy érzelmileg derülátó, bizakodóbb legyél. És ha már bizalom, akkor azért elhoztam a bot 3 lapot is, ami arról szól, hogy egy pozitívabb jövőképet vetítesz magad elé. Tehát itt is nagyon fontos, hogy elképzeld, hogy milyen lesz a jövőd, hogy lásd magad egy hónappal később, vagy 2 hónappal később, amikor már felszabadultan és vidáman haladsz az életutadon. Hát ez az energia, ez a kép, ez most a jelenedben is nagyon sokat erősíti mind a lelkedet, mind a testedet, és ezáltal egy ilyen stabilabb, biztonságosabb tért tudsz magadnak kialakítani. És hát a legnagyobb tanulnivaló, ezt már az előző videómban is említettem, de ezért most sem hagyom ki, ez a halál lapjához kapcsolódik. Az elmúlás, hát most ez nem azt jelenti, hogy arra biztatlak, hogy csak a halállal foglalkozz, hanem fogadd el, hogy van egy nagyobb hatalom, mint az előbb már említettem, illetve az, hogy elengedés, hogy el kell engedni régi mintánkat az életünkből, például a régi gondolkodást, hogy mi csak a test vagyunk, és csak racionálisan lehet mindent megoldani, hogy nem tud segíteni a lelkünk, a szellemünk, vagy az összefogás, az emberek. Jó, tehát itt érdemes megvizsgálnod, hogy mi az, ami idejét múlt az életedben. Ez lehet kapcsolat, lehet érzelmi helyzet, lehet régi emlék, amihez még ragaszkodsz, és rossz érzést okoz neked, illetve olyan gondolat, ami szintén rossz érzést szül meg benned. Jó, tehát hogy ezeket, mint ahogy itt ez a nagy balta, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, elvágja, neked is ezeket a szálakat el kell engedni, tehát valamilyen módon az elengedés most nagyon nagy hangsúlyt kap. Jó, és hát bizonyos szabályokat is azért be kell tartanunk, és érdemes valamilyen módon egy újfajta struktúrát építeni az életedben, ez az uralkodó, ami egyébként, ugye most már nyilván sok videóban hallottad, hogy az évünk is, ugye a 4-es év, az uralkodóról szól, tehát újfajta struktúrát kell fölépítenünk az életünkben, más biztonsági pontokat kell találnod, kicsit újra kell építened. Hát ezeket nyilván inkább belül fogod most megtalálni, mint kívül, és ebben nagyon sokat fog segíteni a megérzés, illetve az, hogyha érzelmileg töltődsz, akkor sokkal jobban hozzáférsz a lelked hangjához. Jó, természetesen ezt nem egyik napról a másikra kell, tehát adj időt magadnak, de hogy ezeket érdemes egyénileg megvizsgálni. Én köszönöm a figyelmed, és jövök még további videókkal. Egyébként ezt a Wheel of the Year tarotból hoztam ezeket a kártyákat.